Június 20-án megszűnhet a rendkívüli jogrend Magyarországon. Az erről szóló törvényjavaslat két napja került a parlament elé. Ezzel együtt benyújtott a kormány egy másik javaslatot is, a jövőben a tiszti főorvos jelzése alapján a kabinet egészségügyi válsághelyzetet rendelhetne el a parlament jóváhagyása nélkül. Ennek időtartama 6 hónap lehet, de indokolt esetben korlátlanul meghosszabbítható. Az egészségügyi válsághelyzetben a kabinet rendeletekkel korlátozhatná a szabad mozgást, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét és az üzletek nyitvatartását is, akár csak most az egészségügyi veszélyhelyzetben. A katasztrófavédelmi törvény módosítása pedig lehetővé tenni, hogy ha újra lenne rendkívüli jogrend, akkor a kabinet eltérjen a meglévő törvényektől és új rendeleteket alkosson. Újfajta módon ugyanazt a felhatalmazási törvényt vezeti be. Magyarán a kormány nem adja vissza a felhatalmazását. Így értékelte a javaslatokat a Demokratikus Koalíció. A Transparency International, a Társaság a Szabadságjogokért és a Magyar Helsinki Bizottság pedig közös közleményben azt állítja, a katasztrófavédelmi törvény módosításával a javaslat alapján a kormány rendkívüli helyzetben szinte korlátlan felhatalmazást kapna. Hogyha átmegy ez a javaslat, azt fogja mondani az országgyűlés, hogy ha előáll egy ilyen helyzet, ha előáll egy ilyen veszélyhelyzet, akkor gyakorlatilag azt csinálsz, amit akarsz. Civil jogvédők azt is kifogásolják, hogy ha a parlament elfogadja majd a kormány javaslatát, akkor az egészségügyi válsághelyzetben meghozott kormányrendeletek ellen csak az alkotmánybíróságon lehet majd jogorvoslatot kérni. A miniszterelnökség vezetője szerint viszont a kormánynak alig lenne plusz jogköre az egészségügyi válsághelyzetben. Azokhoz a jogosítványokhoz képest, amelyel a kormány rendkívüli jogrend időszakában, a veszélyhelyzet időszakában rendelkezett, azokhoz képest rendkívül szerény jogosítványai lesznek. Bár a kormány egészségügyi válsághelyzetben újra dönthetne iskola bezárásokról és kijelölhetne az időseknek idősávot a vásárlásra, Gulyás Gergely szerint ezzel nem lehet visszaélni. Rendezvények betiltására ad lehetőséget, de még egyszer mondom, ez a gyülekezési jogot, tehát akár egy kormányellenes demonstrációt már nem érinthet ebben a helyzetben. A törvényektől pedig egészségügyi válsághelyzetben nem térhetne el a kormány, csak akkor, ha újra bevezetnék a most megszüntetni tervezett rendkívüli jogrendet. Gulyás Gergely szerint ilyen a következő években nem lesz.